Sziasztok! Ebben a mai részben érzelmekkel kapcsolatos könyveket szeretnék bemutatni nektek. Nagyon sokféle van, ahogy az érzelmeink is szerteágazóak és sokfélék lehetnek, így rengeteg könyvet szeretnék betuszkolni 10-15 percbe. El is kezdem gyorsan. A legkisebbekkel indítanék. Ezt a Pindur sorozatot vettem elő elsőként, aminek egyébként több része is van, tehát Pelenka, Cumi, Szörnyes. Most a szörny az, ami úgy gondoltam, hogy illik a témánkhoz. Ez nyilván az éjszakával kapcsolatos, az éjszakai félelmekhez kapcsolódik, és ez ugye mozgathatós. Az összes rész ilyen egyébként, ez például kinyithatós ez a szekrény. Nagyon-nagyon jó pofa. Itt vannak a mumusok. Ugyanígy a kicsiknek, a Szkolár kiadónak többféle érzelemmel kapcsolatos könyve is van, szerintem még ennél is több, de ezek, amik kimondottan, ugye ez szintén az éjszakához kapcsolódik, ahogy az előző Pindur, a Segítsünk, osztozzunk, nyilván a címéből is adódik, hogy sokféle témát feldolgoz, ugye az osztozkodást, kibékülés, hogy mit ne csinálj, a szabálykövetésről van szó, és ezek ugye mind kinyithatós tartalmak, tehát az oldalon belül rengeteg kinyitogathatós rész van, és hát leginkább ez az Örülök, félek, haragszom, ami most aktuális ehhez az ajánlóhoz, szintén ugye rengeteg kihajthatós része, és ezek olyan 2-4 éves kor körüli korosztálynak ajánlottak. Ami nagyon hasonló, de nem a Szkolár kiadó, hanem ezek a teknős könyveknek, a Kukucskálj bele sorozatának, ez az egyik része, ami most ide kapcsolódik, ő is kihajthatós, és hát kimondottan az érzésekről szól. Jaj. Így. Aztán van egy egészen új könyv, ami nagyon érdekes, mert viszonylag kevés a szöveg benne, nyilván azért is, mert kicsiknek szól, de valószínűleg azért is, mert a képek a hangsúlyosak, és ez a könyv az arról szól, hogy a félelemnek milyen pozitív oldala van. Tehát egy másik irányból nézi a dolgokat, azt hangsúlyozza ki, hogy annak van értelme, hogy félünk, és mire való ez a félelem. Így néz ki ez a könyv. Továbbra is a legkisebbeknél maradnék. Bogyó és Babóca mindenben segít. Minden témát feldolgozott már? Nem, biztos, hogy nem, mert még mindig rengeteg rész jelenik meg egy évben. Viszont ez a társasjátékos rész, ez azt tanítja meg, hogy hogyan alkalmazkodunk a szabályokhoz, hogyan tudjuk elfogadni a vereséget. Aztán egy nagyon általános és nagyon népszerű könyv, nem újdonság ez a Hiszti könyv, amit Berg Judit írt, ez évek óta töretlen népszerűségnek örvend. Jó néhány mese van benne, ami hát rávezeti a szintén ilyen kisebb óvodás korosztályt arra, hogy a hiszti miért nem annyira jó dolog. Még mindig óvisokról van szó, óvis közönségről. Ez a Dühös Polip is nagyon népszerű könyv, gyönyörű illusztrációval. Egy történet van benne, amit általában esti mesének elalvás előtt szoktak nyugtatásképpen elolvasni a gyereknek, tehát ez egy ilyen relaxációs mesekönyv, amitől szívesebben elalszik. Nagyon szép. Aztán a Napraforgó kiadónak nemrég jelent meg egy ilyen érzelmekkel foglalkozó könyve, ami aztán abszolút kivesézi, hogy milyen érzések lehetnek, azok hogy néznek ki, mit csinálunk, amikor úgy nézünk, nagyon alaposan, és nagyon jól szemlélteti az összes érzés szerintem. Minden benne van, ez egy nagy alakú vastag könyv. Nagyon szép. Aztán ennek a nagy könyvsorozatnak, aminek számtalan része van, most ide kapcsolódik a Hiszti és az Öröm könyv része. Megmutatom az Örömet, mert a Hiszti az nyilván Hisztivel foglalkozik. Ez pedig azt mutatja meg, látjátok, apa nélkül töltött hétvége, a Viszontlátás Öröme. Ez is egy ilyen nagyon pozitív könyv, a Gyógyulás Öröme, hogy mindenből valami jót is ki tudunk hozni, hogy ne feltétlenül szomorkodjunk, hanem nézzük az élet jó oldalát. Felnőtteknek is ajánlott ez a könyv, azt hiszem, pláne mostanában.
óvisoknak még mindig. Nagyon szeretem Farkas Nóra könyveit. Most három van a kezemben, eddig ennyi jelent meg. Az Összekött a szeretet, az egy óviba beszoktatós mese elsősorban, viszont hát ugye a szeretetről és az elválásról, jaj, ez pont az eleje, amit ki lehet tölteni, a hiányról szól, tehát ugye abszolút érzelmekről van szó. A sorozat másik részében is, a barátságban, és az Apa szeret című könyvben is, ami megint csak a szeretetnek egy más irányát mutatja be. Ugyan itt a Manó kiadónál jelennek meg Csapody Kinga könyvei, és ez is egy sorozat, aminek van még része, de most ezek élnek ebbe a könyvajánlóba, hogy hiányzol, jó gyerek lettem, türelmesek lettünk, mindegyiket Pásztori Panka illusztrálta, úgyhogy nagyon szépek is, és egy hosszú történet van minden könyvben, tényleg gyönyörű és tanulságos is. Tehát egy könyv, egy érzelmet dolgoz fel. Mindig ennél a kiadónál járunk, és azon túl, hogy Boriból hát rengeteg rész van, és ugye lehet fogorvos, kórház, vagy az összeveszés, szintén barátság, kibékülés téma, de ez az a legújabb Bori, ez a mérges Bori, ez szintén arról szól, hogy hogyan győzzük le az indulatainkat, tehát ez valamennyire dükkezelés egy mesén keresztül. Ez a Bori, és Bori testvére, Jakab, aki már önálló könyvet kapott, mert nem is ez az egyetlen könyv van, aminek ő a főszereplője, mesék bátor gyerekeknek, és itt a tartalmából látjuk, hogy van itt tornaóra, pelenka is benne, viszont van orvostól való félelem, sötétségben, sötétségtől félelem, a hiány, hogy máshol alszunk, mint otthon. Ez is egy ilyen kisebb óvisoknak való. Nagyon aranyos, és hát olyan szépen illusztrált, hogy szerintem ez nagyon jól leköti a figyelmét ennek a 3-4-5 éves korosztálynak. Hát ez a mesék bátor gyerekeknek. És akkor átmennék a nagyobbakhoz, akik már szerencsére most már azért a nagyobb is iskolás korosztálynak is nagyon sok ilyen félelemmel kapcsolatos könyvet írtak. Kádár Anna Máriának nem ez az első könyve, mert van egy, ez a második része Lila és Tündérbogyónak, az első részben szülőknek való leírás tanácsok is szerepelnek, ez pedig csupa mese, csupa félelem, félelemoldó, illetve nem csak félelemoldó, hanem ez is teljesen vegyes, mindenféle érzelmet bemutató mesekkel, csak akartam mutatni, hogy azért igen, szóval van benne néhol egy-egy rajz is. Így néz ki. Aztán van olyan mesekönyv, ami akaratossággal és szorongással foglalkozik, és ezekben is tanácsadás is van az elején, bemutatja, hogy mi az a szorongás, szülőknek segítséget, egy kis útmutatót mutat nekünk, de utána ilyen nagyon jól illusztrált szép mesék vannak, és hát remélhetőleg hasznosak is. Ugyanígy néz ki az akaratossággal kapcsolatos is, ott is ez az oroszlán, és az állatok a főszereplők. És akkor hát megyünk az iskolásokhoz, habár a Titok Tündér sorozatot olyan nagyobbisoktól ajánljuk, nagyobbis korosztálytól, de 6 éves a kisfiú, aki a főszereplője a történeteknek, viszont nagyon sok rész iskolásokkal is foglalkozik, tehát ez ilyen 6 éves kortól mondjuk 8-9-ig abszolút használható, és a kisfiúval történnek mindig azok az események, amiket ő saját magára is tud vonatkoztatni az érintett, akinek felolvasunk. És pont mindig olyan oldalakban nyúlok bele, ahol nincsen rajz, ez például egy kép benne. Aztán a Lumpi-Lumpi sorozatot szintén lehet nagyobbisoknak is olvasni, de ezeknek az az előnye, hogy én önálló olvasós könyveknek is abszolút ajánlom, mivel ki van emelve a szereplő, sőt, még a szereplő érzése is látszik az illusztráción, hogy ő ott ugye, igen, rosszul van, azért zöld.
és külön a sárkány, és külön a Barty nevezetű kisfiú párbeszédjét nagyon jól jelzik ezek a kis ikonok. És ezt a szamárfül a hazugságról szóló, és a szörnyű szurit néztem ki ebbe a videóba. Ezek passzolnak ide most nekünk. És ezt is ajánlom, ahogy mondtam is, nagyobb iskortól, kisiskolás, első-másodikosnak is még abszolút. Aztán kimondottan iskolás könyv, és szintén önálló olvasós csoportban található ez a csúfolódással kapcsolatos Kertész Erzsi könyv. Ugye ennek elég nyilvánvaló a témája. Ez egy hármas szint, úgyhogy felolvasásra elsősnek is abszolút, önálló olvasásra pedig talán inkább másodikosnak, aki már így ennyit tud egybefüggően olvasni. És folytatva, sok iskolai problémával foglalkozó könyv van szerencsére. Ennek a szintén Kertész Erzsi Göröngyös úti iskola sorozatnak több része is van, mint ami a kezemben van most. Ugye ne parázz, lássatok csodát, ezek a részek titkolózásról, hát hazudozásról szólnak, és mindenféle kisiskolásokat érintő érdeklő problémáról, mesés szinten, illetve hát ugye itt az iskolásokkal történnek ezek az élmények, illetve napi kalandok, amin keresztül tanulságot vonhat le az olvasó. Aztán Weber Anikónak hát talán a leghíresebb könyve, hiszen ez sokszor még kötelező olvasmány is szokott lenni, az Osztály vesztese. Hát ezekben már nem sok mutogatni való van, mert hiszen ez regény, olyan 10 éves kortól ajánlott, és félelemmel foglalkozik szintén, illetve hát a kiközösítéssel a mi iskolában elég gyakori probléma. Aztán a Titoktündérnek van egy ilyen önálló iskolásoknak szóló része is, ami folytatja azt a vonalat, hogy probléma megoldó, de már nem mesekönyv, hanem inkább regény, és ez szintén az iskolai problémákkal foglalkozik, ahogy ez a másik kettő is. A Lajhár és a Milliómos a szamár, ezeket a könyveket nagyon imádom, és ebben rengeteg érzés szorul ezekbe a könyvekbe. Szerintem elsősorban a barátságról szólnak, és megmutatom, hogy milyen jó képregényes formában. Hajba László illusztrációja annyira jól kiegészíti, és még szebbé teszi. Szóval ez barátság, hírnév, az értékek kezelése, hogy mi manapság az értéksztárnak lenni, celebnek lenni, vagy barátkozni. Ebben is van hazugságról is szó, tehát rengeteg példaértékű szituáció van ezekben a könyvekben, és azon kívül nagyon vicces is. Hát körülbelül ennyit gondoltam belesűríteni az érzelmek témakörébe, de ha még van kérdésetek, akkor nyugodtan keressetek a szokásos fórumokon, www.kulturgyerek.hu, telefonon, messenger üzenetben, vagy akár milyen formában, tehát élőben is, az üzletben is felkereshettek a 16. kerületben, és segítek választani mindenben. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!